film az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával jött létre. Biztos, hogy jó helyen járunk? De azt mondták, hogy rögtön az állomás mellett a földúton jöjjünk. Na jó, de ez egy nádas. Állítólag ez Magyarország legszebb krikettpályája. Az könnyen elképzelhető, minden esetre én megyek előre Várnyál. Itt a Susnyáson átvágunk, ezt tudtam volna, akkor hozok bozótvágókést. Na de azért valahova csak kijérünk, nem? Nézd! És nézd, ott vannak! Tényleg! Jaj, na itt a krikettpálya. Kicsit nehezen, de megtaláltuk. Idegen légiósok. A sport zsoldosai. Remélem nem késtünk le. Gondolod? Hát nem tudom, meg kéne kérdezni, hogy mióta megy a meccs. Elnézést, mióta megy a meccs? Ó, kezdőt csókolom. Szép reggel akar. 9 óra óta. És most? Most délután 5 óra van, de ez az... már a második. Ez a második. Megnyugodtam. Egy meccs mennyi ideig tart? Egy meccs az 6 órát tart. Te jó Isten, és fogy a sör is közben? Hát egy kevés. Ez a Sződ-ligeti pálya megállja a helyét nemzetközi összehasonlításban is? Igen, ez a térség legjobb kriket pályája, így méretét, illetve a talaj minőségét. A térség az Magyarországot jelenti, vagy pedig európai szinten? Közép-Európa. Tehát ez Közép-Európa legjobb minőségű kriket pályája. Igen. Hát akkor büszkék lehetünk rá. Igen. Szép a Sződ-ligeti pálya, de azért itt Kispesten sokkal nagyobb az élet. Ha nem véletlenül, hogy a krikettesek itt edzenek, hiszen sokféle más sportolási lehetőség is van, nézd csak. Az elején a kispesti lakosok, akik ide jártak, furcsán néztek, hogy mi történik itt a pályán. Sok ember fehérbe öltözve dobál egy labdát. De most már itt vannak egy éve, és egyre többen ülnek le, nézik meg. Hát ugye meg lehet ebből a játékból úgy is nézni egy órát, hogy nem nézett végig valaki egy meccset, de nagyon szeretik itt a környékbeliek is. Kicsit megnézem az öltözékedet, jó? Mert te tudsz valamit, mert mint a krikethez öltöztél volna. Igen, mert a krikett az egy hagyományos brit birodalmi játék. Igen. És én a filmeken azt láttam, hogy ilyen típusú ruhába öltöztek annak idején a hölgyek. De... legalábbis én ilyennek képzelem el. Köszönöm szépen, brit birodalmi lady, de akkor én így nem mentek a pályára ezek szerint. Taslakhoz öltöztél. Hát így van. Melyik országokból vagytok? Nézzük gyorsan végig. Pakisztán, India. Három. Jól kijöttök egymással? Nagyon jól, igen. Sportban szerintem nincs helye politikának azért így. Teljesen más, mint a politika. Így nagyon jól el vagyunk egymással. Azért az egy családnak nevezünk, mint egy csapat. Jelenleg kétszeres bajnok a csapatunk, a Budapest Falcons Cricket Club, akinek a csapatkapitánya a háttérben játszó bátyám, úgyhogy együtt összehoztuk ezt a csapatot. A kriket összehozza a kultúrákat, ez főleg Ázsiában igaz. Nálunk van egy olyan csapat, ahol keresztény, hindu, muzulmán, ráadásul síta és szunita játszik együtt. Egymásért küzdenek, a kriket mégiscsak egy csapatsport. Tényleg a játék hozza össze őket. Ez egy összetét csapat. Azért egy olyan különleges nevet adtunk, hogy mivel hogy Magyarországon játszunk, és mindannyian pestiek, akkor azért Budapest Falcons lett. Én végignézek itt egy magyar csapatot, van köztetek hazai, itt született magyar? Hát ez igazából a bajnokság, tehát itt klubcsapatok játszanak, egyelőre nincsenek olyan szintű magyar játékosok. Ha a nemzeti csapatról van szó, ott vannak magyar játékosaink, de ezt például megkérdezheti Arsène Wengertől is, hogy az Arsenalban miért nincsenek angol játékosok, hiszen az klubcsapatról van szó abban az esetben. Tehát, Tehát akkor gyakorlatilag itt csak idegen légiósok vannak. Igen, a csapatban. A Nemzetközi Kriket Szövetségnek van egy szabálya, hogy egy országban 7 évet kell élni annak a játékosnak, aki az adott országot képviselheti, de a játékosaink zömmel nem csak 7 évet élt itt, hanem annál jóval többet, illetve a legtöbbik már magyar állampolgár. Jövőre hozunk egy olyan szabályt, minden csapatba jöhessen egy magyar játékos, aki még sohasem játszott kezdőként, és bármelyik csapatba szívesen felveszünk, hogy Magyarországon is fejlődjön a krikettjáték.
Nem furcsa az egy magyarnak, hogy Magyarországon a krikettezőknek túlnyomó többsége nem magyar? Hát, mivel ez egy új sportág Magyarországon, sokat lehet tőlük tanulni, ezért nekünk ez kimondottan jó. Mindenki tud magyarul? Igen, nagyjából igen, mindenki beszél magyarul. Pályán milyen nyelvet használtok? Hát, az hogy mindig olyan nyelvet használunk célszerűen, amit az ellenfelünk nem ért. Tehát most ebben a magyar. Igen. Mondhatnánk azt is. Beszéltek, mert több hát a nemzeti csapatban magyarul szoktunk beszélni, mert általában más nemzetek ellen játszunk, ahol szintén vannak angol, vagy indiai, vagy pakisztáni, vagy afgán játékosok, és akkor ugye célszerű magyarul beszélünk, mert azt nem fogják megérteni. Az elején eléggé nehéz volt, hiszen nem értettem semmit, amit beszéltek órán, de segítettek az osztálytársak, úgyhogy hamar sikerült beilleszkednem. Azt mondtad, hogy érkeztünk. Hogyan? Nem mindegy, hogy milyen úton kerül az ember Afganisztánból Magyarországra. Hát mi hivatalosan érkeztünk Magyarországra. Édesapánk már itt tartózkodott, és szerette ezt az országot, szóval itt maradt. Sok ember mondja, hogy úristen, olyan messziről hogy találta? És akkor azt mondom, hogy ez a sors, hogy idehozott Magyarországra, és én annak örülök, hogy itt vagyok. Magyarok igazán kedvesek, barátságos emberek, én nagyon kedvelem őket, és továbbra is itt szeretnék maradni. És most Magyarországon dolgozol, vagy tanulsz? Dolgozok. Hol? A Józsefvárosi piacon, a kínai piacon úgy nevezünk, van egy boltom, és ott dolgozok. Nem veszélyes? Nem. Dolgozni ez sehol nem veszélyes szerintem. Köszönjük szépen. Jó játékot is drukkolom. Köszönjük, hogy itt voltak. Let's go! Rock and roll, baby! Egyet-kettő van, ez a mérkőzés fél egyre volt meghirdetve, és még a pálya se áll. És tudod, mi érdekes? Még ha a világpolitikai helyzetet nézzük, akkor az indiaiak, a pakisztániak, meg az afgánok ott évtizedek óta lövik egymást a határon, itt pedig tesók. A kriket egy nagyon-nagyon népszerű sport az angol nemzetközösségi országokban. Ez alatt értem Afganisztánt, Pakisztánt, Indiát, Sri Lankát, Bangladest. Ez összehoz minket, tehát nincsenek különbségek országok között, nincsen különbség indiai, pakisztáni és afgán között. Ezért a sportért rajongunk mindannyian, és ez az, ami összekovácsol minket. Játszunk is, ez a lényeg. Szép lassan elkezdett csöpörögni az eső, ettől függetlenül gondolom ti játszani fogtok. Igen, nézzük meg a felszerelést. Igen, tehát ezt most én kapusként fogom fölvenni. Ez fogja védeni a sípcsontomat, illetve jobb esetben a térpalcsomat. A kesztyű kötelező? Van olyan dobó is, aki körülbelül 130-140 km/h dob. Nem szeretném, hogy a meccs végén eltörjön a kezem, tehát nagyon fontos ez a felszerelés. Ennek a bevonata az bőr, amit itt látunk mind a két oldalon, és faragott fából van, tehát eléggé kemény. Van egyfajta sisak, amit fel kell venni, utána lehet csak játszani, anélkül nem engednek fel a pályára, tehát ez eléggé kemény, és sérüléseket tud okozni. Fejelni nem szoktatok, mint a fociban? Nem. Általában dukingolni szoktunk a labda elől. Hát elhajlunk előre, vagy hátra, vagy előre, vagy szimplán csak leülünk. Ez egy nagyon régi sportág, te mit tudsz róla? Egyetlen egyszer volt olimpiai sportág, 1900-ban Párizsban. Az első írásos rendelkezések az 1200-as évekből már rendelkeztek róla, tehát nagyon régi, brit játék természetesen, mint majdnem minden labdajáték, és elterjedté világon, de a szabályzata nagyon sokat változott. Vannak ötnapos mérkőzések, vannak egynapos mérkőzések, meccsek, és most a mai világhoz igazodva 3,5 órában határozták meg a játékidő hosszát. Hát ki ér rá egyfolytában 5 napig, vagy akár csak 6-6,5 órán keresztül kriket meccset nézni? A krikett a világ második legnépszerűbb sportja. Ott a médiából ez folyik, cipésztől kezdve a miniszterelnökig mindenki ott ül a tévé előtt, és bámulják több órán keresztül a tévét, hogy ki fog nyerni. A krikett egy drága sport. Nagyon kis területen is tudják játszani, tehát Indiában sikátorokban játszák. Tehát azt kell elképzelni, hogy felfestenek a falra 3 darab vonalat, és akkor azt próbálják eltalálni. A legtöbb játékosnak nincs is pénze ugye labdára, cipőre,
teniszlabdával lehet játszani, és ma mehet is a játék. És még az utcán, ha Pakisztán-India meccs van, az a nap senki nem dolgozik. Az utcán is tévé ellen ül, és mindenki nézi a meccset. És nem lövöldöznek? Nem, nincs lövöldözés, csak játék megy. Nyilván nekünk, amiért mi annyira megölünk, mint ők a krikettre, az nekünk mondjuk a foci. De hogy látja az ember, hogy mennyire fontos nekik, mennyire 100%-os fokon égnek a meccseken, azt mindenféleképpen el lehet tőlük tanulni, a lelkesedést, a tüzet, ilyesmiket. Mindenkire minden posztra esik játék közben? Tehát mindenki igen. Minden tud? Igen. Tehát vannak ilyen tipikus posztok a kriketben. Mindenkinek a játék elején elmondjuk, hogy hol fog megállni a játék között. Ahogy vége van a játszmának, ha jön egy másik ütő, vagy balkezes, akkor értelemszerűen mindenki foglalja a saját helyét. Mindegyik játszma után mindenki keresztbe fut, oda-vissza, és akkor mindenki elfoglalja a saját pozícióját. Megnéztem, mielőtt jöttünk ide forgatni, legalább 10 videót. Elolvastam a szabályzatot, még mindig nem értem az egész játéknak a lényegét. Látod, én előbbre vagyok, mert nem néztem meg 10 videót, viszont itt nézem másfél órája, és semmit nem értek belőle. Hát én nem értem. Majd minek örülnek? Vagy ki kap pontot és miért? Most mitől függött, hogy most ti lesztek az ütők vagy a dobók? Feldobnak egy érmét. Fej vagy írás, aki nyer, az dönt arról, hogy ütni vagy dobni fognak. És akkor most kiderült, hogy ti dobni vagy ütni fogtok. Mi dobni fogunk, dobni igen. Fogtok. Tehát most mi leszünk 11-en pályán, plusz a két ellenfél, akik ütni fognak. Szerintem Kevin segítségével. Kevin, gyere. Gyere közelebb egy picit. Próbáld nekünk elmagyarázni. Két mondat. Én közben addig megfogom a labdát. Tehát van egy játéktér. Van két kapu, ami ezekből a lécekből áll. Ha a tetejéről leesik a kis fadarab, akkor ki kap pontot? Akkor senki nem kap pontot. Ha a labda eltalálja a kaput, akkor kiesik az ütő. Igen. De körülbelül hétféleképpen tud kiesni egy ütő. Ki kap pontot és miért? Akkor kapunk pontot, ha ütünk a labdát és szaladunk egyet, amíg nem kerül oda a labda. Aha, most már érted. Nem. Igazán a játék maga nagyon egyszerű. Tehát minél messzebbre üsd a labdát, és próbáld kiejteni az ütőjátékost. És hogyha az ember ezt gyerekkorától fogva csinálja, akkor szépen be lehet tenni a szabályrendszerbe, és egészen természetes lesz az egész. De szerintem, ha nagyon okos gyerek vagy, és szerintem az vagy, azt mondja, 10 év alatt meg lehetne tanulni, simán. Onnan kell dobni, tehát onnan? Van egy elindulat. Nem szabad se túl szorosan, se túl lazán fogni a labdát, mert akkor nem lehet elirányítani. Igen. Hát ezzel a kezemmel célzok, igen. Lépek egyet, és egyenesen legilletően. Egyenesen? Hátra tartja ide az ütőt, mert az baseballos, ez meg krikettes. És akkor most már dobhatja a labdát. Azaz, ez szép volt. És akkor tudom? Hát abba az irányba, egyenesen, igen. Igen. És bent van, így van. Szóval igazán a krikettel együtt kell fölnőni, akkor meg lehet érteni simán. Egyébként egy kívülálló, mondjuk egy magyar ember néz egy meccset, semmit nem fog tudni belőle, hogy mi zajlik egyáltalán, milyen szabályok, meg rengeteg szabály van. Az én feleségem például állandóan sír nekem, hogy már 26 éve próbálja ezt megérteni. Nem jön rá, hogy mi történik tulajdonképpen. Nem történt semmi, ezek az emberek ott állnak 6 órán keresztül egész nap, néha mennek tejázni, néha ebédelni, semmi nem történik, ez nem is sport. Elnök úr, mióta van krikett Magyarországon? 2007-ben volt egy krikett világbajnokság, akkor több nemzetiségű ember, ausztrál, pakisztáni, indiai, angol összeült egy kocsmában, és akkor mondták, hogy miért lenne krikett Magyarországon. Hívott egy barátom, az Andy Grieve, és mondta, hogy figyelj, mi lenne, ha egyszer játszunk krikettet, és próbáltunk összehúzni 20 embert, és az volt a tév, hogy csak 2-3-szor játszunk. Egy barátságos meccsek és puha labdával meg minden.
De úgy került, hogy egy hónap alatt volt már 6 csoport, aki akarta játszani, és végül is volt egy liga, és az mind egy-két hónap alatt tart, és azóta megy a kriket Magyarországon. Ő itt az egyetlen ember a kriketben, aki ezt véghez vitte Magyarországon. Nem túl udvarias? Te is így gondolod? Hát kicsit kevesebbet mondod. Szerintem még egy ember nem fog létezni Magyarországon, aki így fog tovább vinni kriketet. Állítólag a kriket az a lebutított baseball. Na ezt én a krikettesek nevében kikérem magamnak, tudni, hogy krikett előbb volt, mint baseball. Na akkor kibutít kit? Mi úgy szoktuk a krikettet nevezni, hogy az a labda sportág, amelyben legtöbbet kell gondolkodni, nagyon sok stratégiai döntést kell hozni itt a kapitánynak, minden játékosnak. Az ütő és a dobó között egy ilyen szellemi párba is zajlik, amelyet nagyon gyorsan jön a labda, és gyorsan futni is kell, amikor elüti az ember a labdát. Itt nem arról van szó, hogy elütjük a labdát, és már is futunk, hanem tényleg gondolkodni kell, hogy mikor tudom megcsinálni azt az egy-két futást. Tehát ezért nagyon fontos, ezért tartják intelligens sportnak a krikettet. Nézésre értem, hogy lassúnak néz ki a játék, de abszolút nem az, és pont az van benne, hogy soha nem lehet tudni, hogy ki fog nyerni a végén. Mennyire fogékonyak a magyarok a krikett iránt? Mennyire tudják megtanulni? Ez itt nagyon idegen a magyaroknak. Hát minden új sport szerintem mindenki számára az nehéz lenne, de szerintem nem nehéz. Aki szívesen akar tanulni és kíváncsira, az megtanul, és segítünk minden. Azt jutott az eszembe, hogy a krikett nem a mi tempónknak való. Igen, ugyanakkor a krikett a világ második legnépszerűbb sportága, játékos számot meg érdeklődést tekintve, úgyhogy ebben reménykedtünk, amikor elindítottuk. Elsősorban onnan jött az igény, az itt Magyarországon élő külföldiek körében volt meg az a belső készítés, hogy játszanak, ugyanakkor nagyon sok magyar is csatlakozott, és aki elkezdi magát a játékot, megérti a szabályokat, annak bejön a sportág. Most már a játékosok fele magyar, és nagyon sok női krikett játékos is van. Munka után lementünk 5 percnyire, tehát hogy nem igényelt különösebb erőfeszítés, süt a nap, beszélgetünk, lehet közben vacsorázni. Itt ugye nem szoktak veszekedni egymással a játékosok? Nem. Hát itt a két csapat együtt szokott sörözni egyébként. Jó a levegő, laza a forgalom, csepé közép, illetve hát van, de ott egyedül egy hölgy. Egyre többen játszanak magyarok, ami ma este fog látszni, hogy már is 15-20-an vannak, aki jönnek majdnem minden hét edzeni, és egyre többen jelentkeznek. Először azt gondoltam, hogy jó időben kicsit mozgunk, könnyű, aztán rájöttem másnap reggel az edzés után, amikor izomlázom volt azok minden porcikámban, hogy nem is olyan könnyű, de úgy voltam, hogy ezt nem akarom feladni, tetszik. Kik a legjobbak Magyarországon krikettben? Hát úgy mondom, hogy a Budapest Falcons a legjobb. Nem azért, hogy én vagyok a Budapest Falcons kapitánya. Hát 2010-11-ben addig mi voltunk a győztes csapat. Úgyhogy sokan jelentkezzenek, tessék, mert azért nem semmi, hogy kétszer Európa bajnokok vagyunk, és játszunk továbbra is. Belegondolsz, akkor itt mi vagyunk a krikettben az idegen légiósok. Egy kicsit megfordult a dolog, szóval mi idegen légiósok vagyunk a saját hazánkban. Én a magyarokat nagyon barátságosnak tartom. Persze vannak olyan emberek köztük, akik másképpen állnak a külföldiekhez, hiszen itt nem annyira szoktak még hozzá a közel-keleti kultúrákhoz. De összességében magukhoz közelengedőknek és tényleg más nemzeteket, más kultúrák iránt érdeklődőknek tartom. Afgán szemmel magyar emberek nagyon kedvesek, nagyon szeretem őket, hogy tényleg nagyon jó emberek. Milyenek az afgánok? Én rendes embereknek ismertem meg őket, főleg a Habibot meg a Kybert, akikkel beszélgettetek. Én azért
picit tisztelem azt, hogyha valaki egy nem könnyű nyelvet, és a magyar egyáltalán nem egy könnyű nyelv, képes ilyen szinten megtanulni. Ha valaki egy másik országba költözik, megtiszteli annak az országnak a népét, hogyha már ott él, megtanulja a nyelvét. És én ezt mindenféleképpen respektálom náluk. Akik megtudják, hogy afgán vagy, egy ilyen háborús országból jöttél, soha nem éreztél ellenérzést, vagy valami olyan megkülönböztetést, hogy hát, hogyha ez a pasi nem annyira tisztességes? Én csak azt mondanám hozzá, aki megismer, 10 perc után tök más lesz a véleménye, hogy ilyen kedves ember még nem láttam. Mit tudsz afgánul? Sabas! Az a hajrá, gyerünk! Mit szeretsz a legjobban enni? Enni? Magyar kaják között? Halászlét, a szegedi halászlét. Az tényleg finom. És nem próbáltál meg afgán ételt megmutatni a magyaroknak? Hát sokszor régen járt egy afgán bácsi, aki hozott afgán kajákat, és ízlett magyaroknak, mert nálunk azért sokkal finomabb kaják vannak. Próbálják megtartani az ő szokásaikat itt Magyarországon. És jó, ugye... ez? Jó ez? Jó. A magyar és angol mentalitásban nagyon sok hasonlóság van abban, hogy mind a két ország egy szigetország, véleményem szerint. Anglia, ez egy igazi sziget, Magyarország, ez egy mesterséges sziget, szóval más itt a mentalitás, más itt a nyelv, más itt a kultúra, más itt a konyha, és egy nagyon egyedi, nagyon érdekes, nagyon bajos, nagyon szeretnivaló egy ország. Kevin, nem gyert. Tim, gyertek egy pillanatra. Hány éve vagy Magyarország? 5 éve. 5 éve. És miért? Ez egy jó kérdés. A kaja jó? Lányok? A lányok jók. Krikettezők a magyarok? Nagyon jó. Sör? Ez fontos része kriketnek a sörözés. Ennyi, egészségedre. Hát a külföldiek szeretnek Magyarországon élni. Sokkal többen élnek itt Magyarországon, mint mi azt gondolnánk. Én ezt tudom, saját tapasztalatból érzem. Akik itt nagyon jól érzik magukat, és tehát Amerikától kezdve egészen talán Bahreinig mindenki itt szeret lenni, mert ez egy jó hely. Mikor voltál utoljára Afganisztánban? Hát 2004. február 20-án érkeztünk Magyarországra, és attól kezdve én még egyszer sem mentem haza. És a további életedet is Magyarországon képzeled el? Egyelőre igen. Mindenféleképpen Magyarországon szeretném tanulmányomat befejezni és egy diplomát szerezni. Jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatom a tanulmányaimat, a kommunikációs média szak elsőéves hallgatója vagyok. Szerencsére van lehetőségünk Magyarországon tanulni, hiszen ismerve az országunk háborús helyzetét, nem mindenkinek adódik meg ez a lehetőség. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Afganisztán az otthonom, de Magyarország a hazám. Azért, mert itt élek. Na gyere, menjünk! Ennek sose lesz vége. Susnyákos felé megint? Igen, mert ott áll az autó, muszáj arra menni. Tudod, milyen érdekes, hogy ezek az emberek hány nemzetiségből tevődtek össze, és hogy mennyire megtalálják a baráti hangot, még hogyha politikában ellenségek is? Hát egymást lövik évtizedek óta ott a határon, és aztán itt mi van? Barátság. Tanulhatunk tőlük. Az idegen légiósoktól. Ha action van, akkor kezdünk. A frizura? Hát ez nagyon jó. Ez a maximum! Ez a... Várjál, főjött egy vapon. Sziasztok a meccset, köszönöm szépen, Brandon. Köszönjük szépen, Brandon, ránk nem gondoltál. Na mi az, vége van? És azt is mondták, hogy ez Európa legszebb. Nem. Mi nem? Ezt direkt csináltuk. Na még egyszer. Amelyben bebizonyítjuk azt. Vége van a meccsnek, mit akarsz bebizonyítani? A film az Európai Unió európai integrációs alapjának támogatásával jött létre.